Ragyogó idők, csodálatos környezet és ezúttal is remekül előkészített pálya fogadta augusztus 28-án Jászfényszaron a diógrató verseny résztvevőit és a kilátogató érdeklődőket. Szolnoktól Békés Csabáig az ország az egész területéről, de illetve van nekünk Szlovákiából is, Németországból is, úgyhogy elég nagy területet átfog ez, hogy ahonnan jöttek. A lovasok hozzátartozói mellett Jászfényszaruról és a környékbéli településekről is ellátogattak a versenyt megnézni, ahol kitűnő volt a vendéglátás is. Van itt egy nagyon szép konyhánk, ami az egész csapat, aki segít nekünk főzni, az önkéntesen, nem tudom, meg lehet nézni a kínálatot, körülbelül 10 fajta étel, amiből nem csak a lovasok, hanem a közönség is ingyen, bérmentesen kap, amelyikből szeretne. A pálya adottsága nagyon jó Jászfényszaron. Ahhoz, hogy jó minőségű legyen a talaja, nagyon sokat gondozzák, locsolják a Lóbarát Egyesület önkéntesei azért, hogy illeszkedjen a ló lábához, azaz ne legyen mély és ne legyen száraz. Úgy tűnik, hogy ez tetszett a jászberényi versenyzőnek is, aki 11 éves Figaro lovával mérettette meg magát. Egyelőre én vele csak egy húszon versenyzek, de nyilván hosszabb távú cél az, hogy egy országos bajnokságra eljussunk. Idén sajnos volt egy sérülése, ez miatt a nyáron nem sikerült ez, de jövőre reméljük, hogy összejön. A fényszarúi versenyre ellátogatott egy régi öttusázó is, aki a német válogatottban is szerepelt évekkel ezelőtt. Ma már számára a pentatlonból csak a lovaglás maradt, mint életmód. Ezt nem csak fiatal korában üzi az ember, hanem még a öreg korában is lehet még versenyezni, de a lovaglás, a ló szeretet, ez kicsit egy összetettebb dolog. Ez gyakorlatilag azért maradt meg, mert ez valamilyen formában így a ló szeretet megmaradt bennem, és ez egy ilyen életmódi vált egy kicsit. Kölcsei doktor és az általa lovagolt Lizé Larissa hazai pályán adott ízelítő tudásából, hiszen a tulajdonosa a főrendező Ézsiás Dénes, akinek kedvenc paripája tenyésztésben magasan jegyzett a hazai mezőnyben. Ez 6 évesen tavaly a diugrotásban a legjobb magyar tenyésztésű ló lett, tehát a tenyészversenyen ezt a kitüntetést kapta az eredményi alapján, és most én tudom, itt Jászfényszarról úgy éreztem, hogy kötelezettségem elhozni, és itt a hazai pályán egy kört is menni vele. Nos, 2 versenyszámban is ment. A B3-as kategóriában még csak a középmezőnyben, a Ride and Drive versenyszámban pedig néhány másodperccel lemaradva a második helyen végzett. Közeledvén az ebédidőhöz a lovasok és a nézők is a konyhát látogatták meg, ahol igen illusztris személyek fogadták őket. És a lovaglással, hogy hadd szóljak bele a Robiba, hogy én már láttam a Robit lovagolni, hogy a lovak mögött volt egy kocsit papucsba, de az nem itt volt. Volt ilyen, valóban volt fogadhajtás a részletem, jól mondja Andris, álltam fogaton, 18 akadályból 9-ből rossz felé dőltem. Hát díjugratáshoz nem kaptam kedvet, bár ültem már lovon betyárruhába, sőt szőrén is ültem meg lovat. Ebéd után folytatódott a verseny, ahol nem is annyira a lovasok, hanem főleg a hozzátartozók izgultak, ők természetesen a pálya szélén. És a mama ilyenkor, amikor a lánya fönn van, akkor izgul nagyon? Igen, természetesen. És hányadik helyre várja? Hát mindenképp az első. Nos, nem hiába izgult az édesanyja, hiszen köteles Réka Szolnokról második helyezett lett a B3-asok mezőnyében. Akinek viszont nem volt hozzátartozója, az nyugodtabban figyelte az eseményt, és csodálta a versenyzők és a lovak ügyességét. Melyik versenyre járnak szívesebben, a fogadhajtóra vagy a díjugratóra? Én mind a kettőre eljövök szívesen. Miért? A lehetőségem vár rá, akkor én eljövök, mert én szeretem a lósportot. Imádom ezt a versenyt, imádom a fogadhajtót, imádom a lovakot. És melyikre jár szívesebben, a fogadhajtásra vagy pedig a díjugratásra? Mind a kettőre szívesen jövök, mind a kettőre. Késő délután aztán kiderült, hogy a legeredményesebb díjugrató Majlár Csaba volt, aki Gyöngyösről érkezett a versenyre, és 3 kategóriában is ő lett az első. Természetesen ő vitte haza a fődíjat is a Jászfényszarói díjugrató versenyről.